Célzott intézkedésekkel segíti a kormány a gazdaság megerősödését, erre hívta fel a figyelmet a gazdaságfejlesztési miniszter. A második negyedévben 2,3%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye tavalyhoz képest. Nagy Márton ugyanakkor elmondta, az év hátralévő részében visszapattanás várható. Barna. Köszönöm szépen Sebestyén Géza, a vendégem, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Végigolvastam becsülettel, tisztességgel a gazdaságfejlesztési miniszter úrnak a kiadványát, amiben a 14 intézkedés szerepel. Fontossági sorrend nélkül, nyilván nem tudom mind a 14-en végigmenni, de a legfontosabbakkal kezdjük. Mondom, még egyszer fontossági sorrendet ne állítsunk fel. A fontossági sorrendet nem is, de azért egy logikai keretet szerintem érdemes felállítanunk, hiszen a lényeg az az, hogy a háború és az erre adott szankciós válaszok, azok egyszerre okoztak nagyon magas inflációt, tehát nagyon jelentős áremelkedést, illetve GDP csökkenést Magyarországon, sőt az egész régióban, illetve egész Európában. Pont a napokban írtam erről egy cikket, nagyon szépen lehet látni, az OECD-nek vannak, folyamatosan vannak előrejelzései, hogy milyen számokat vár a következő időszakra. A háború előtt Magyarországra 4%-os vagy 3-4%-os gazdasági növekedést várt, most már azóta ez lecsökkent nullára. Tehát ez azt jelenti, hogy a háborúnak és a szankcióknak az együttes GDP hatása, a negatív hatása az olyan 3% volt körülbelül. Tehát ezt összevetve avval a számmal, amit a felvezetőben is hallottunk, a GDP egyébként növekedett volna Magyarországon, ha nincs háború, nincsenek a szankciók, de nyilván ez negatívan hatott ránk, és ugyanaz a helyzet az inflációnál is, az pedig megnőtt jelentősen több mint 10% ponttal. Egyszerre kell a két helyzetet kezelnünk, és ez a logikai keret, ami a 14 pontot alapvetően vezérli, egyszerre kell csökkenteni az inflációt és támogatni a gazdasági növekedést, ami azért nagyon nehéz, mert ha az egyiket próbáljuk megvalósítani, az általában a másiknál pont, hogy a nem várt vagy a nem szándékolt irányba hat, de azt gondolom, hogy ezek az intézkedések összességében jó irányba mutatnak, hiszen egyszerre látjuk azt is, hogy valóban az infláció ellen keményen küzdünk, másrészt azt is látjuk, hogy emellett a gazdaságot is megóvja és támogatja a csomag. A szankciókkal kapcsolatban, ami Oroszországgal szemben az Európai Bizottság, az Európai Unió hozott, számtalanszor beszéltünk már róla, hogy nem egészen úgy sült el, ahogy tervezték, annak ellenére hozzák továbbra is. Szóval egy elemzésben azt olvastam, hogy azokat az országokat sújtja igazából nagyon, akik nagyon közel vannak Oroszországhoz, például Magyarországot is, a kölcsönös függőségben, energetikai függőségben vagyunk, mert nyugat-európai országokat, akik ugye az óceán partján vannak, a bor, ugye bortermelő vidékek, stb. Ülnek ott a fotőiben, és őket annyira nem érinti. Ez így van sajnos, tehát ez a tipikus esete annak, hogy fogjuk meg és vigyétek, hiszen ugye arról van szó, hogy mikor azt mondja az Európai Unió, hogy ne kereskedjünk Oroszországgal, ne adjunk el neki, vagy ne vásároljunk tőle bizonyos termékeket, akkor ez azokat érinti, akik korábban adtak el, vagy vásároltak Oroszországgal, kereskedelmi kapcsolatba álltak. Jó, bocsás, meg a leghalmosabbak azok, akik, hogy ne vegyünk Oroszországtól semmit, akik amúgy se vettek sem. Pontosan, így van. Tehát több olyan ország van. Ne vegyél a piacot, életem is láttam, Katin. Erről van szó. Tehát több olyan ország van, aki például gázt már csak azért se vásárolt az oroszoktól, mert fizikailag nem lehetett összekötni őket Oroszországgal, Málta, Ciprus például ilyen. Nyilván ők nyugodtan szavazhattak a szankciók mellett, hogy ne vásároljon senki orosz gáz, hiszen őket ez nem érintette, de gyakorlatilag ugyanezt figyeljük meg, ha megnézzük azt, hogy a háború előtt az importnak akár olaj, akár gáz, akár acél, akár pedig szén tekintetében mekkora része volt Oroszországból származó, akkor nyilvánvalóan azt fogjuk találni, hogy azoknak az országoknak volt magas ez a száma, ott volt sok az orosz importnak az aránya, akik közel vannak Oroszországhoz, akik földrajz és történelmi okok miatt korábban komoly gazdasági kapcsolatba álltak Oroszországgal, és akik messze vannak, a portugálok, a franciák, a spanyolok, ők nyilván minden szempontból sokkal kevesebbet vásároltak Oroszországtól, ezért az embargók is rájuk kevésbé hatnak, hiszen nekik nem kellett kiváltani az olcsó orosz olajat, gázt, acélt, vagy bármilyen más orosz terméket drágább, máshonnan beszerzett, drágában beszerzett termékekkel. Pénzügyminiszter úr, a pénzügyminiszter mondta, hogy a gazdaság, a magyar gazdaság a második fél évben fog majd visszapattani, és akkor már a növekedés jelei is mutatkoznak, de hát itt ezért rengeteg feladat van, az inflációt már érintettük, hogy le kell törni. Októberre várják, hogy egy szám legyű lesz. A reálbérek növekedésére és a gazdaság növekedéseire is számítanak.
Ugyanakkor ilyen helyzetben mennyire nehéz fenntartani a rezsicsökkentést, mert a szóba nem jön, hogy az eltörlésre kerülni, és ez családonként majdnem 200 ezer forint havont. Ez így van, ez egy nagyon komoly segítség a rezsicsökkentés, és nem csak olyan szempontból nagyon fontos a rezsicsökkentés, hogy valóban sokkal kevesebbet kell erre a konkrét költségre a családoknak kiadni, hanem olyan szempontból is nagyon fontos, hogy az infláció alacsonyan tartását is segíti, hiszen ha most piaci árakat szabadítanánk Magyarországra, látjuk azt, hogy folyamatosan mi fizetjük a legkisebb árat, mind gáz, mind áram szempontjából. Itt vannak olyan országok, külön áramra, külön gázra, ahol 5-6-7-szeres árat fizetnek a mi árainkhoz képest. Ha ezt a piaci árat ezt rászabadítanánk Magyarországra, az egy brutális inflációs nyomást jelentene. Az infláció ennek küzdelmünket se segíteni, sőt, gyakorlatilag az eddigi eredményeinket is lenullázná, hogyha megszűnne a rezsicsökkentésnek a rendszer. Ez nagyon fontos, nagyon lényeges eleme a magyar gazdaságpolitika sikerének és annak, hogy a magyar életszínvonal az gyakorlatilag komolyan tudott növekedni az elmúlt években. Ezért ez fontos, hogy meg is tartsuk, de úgy látszik, hogy ezen az úton vagyunk, akkor már mindent megtesz azért, hogy a rezsicsökkentésnek a vívmánya az továbbra is velünk legyen, és az nagyon fontos, hogy nem csak a családoknál teszi ezt meg, amit érzékelünk mindannyian pénztárcákon, hanem a kis és középvállalkozásoknak is segít többféle formában, akár rezsicsökkentésnél, akár az áramárának a maximalizásával, tehát ott is jelentős lépések vannak arra, hogy ezeket a vállalkozásokat is megóvja a magas energiáraktól, ami azért is jó nekünk, mert így nem fog beépülni ez a magas ár az ő termékeiknek, szolgáltatásaiknak az árába, tehát ez gyakorlatilag az inflációs hatásoktól is megóvja a magyar gazdaságot. Jut eszembe, ha már a vállalatokat említette, azt mondja, hogy olyan hitel és támogatási konstrukciót is van. Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram. És ez nagyon fontos, és a hitel ez nem csak a vállalati szempontjából fontos, hanem a magánszemélyek szempontjából is fontos az, hogy mi történt most. Ugye megugrott az infláció, nem csak nálunk, mindenhol, egész Európa szenved egyébként attól, hogy magasabbak az árak, gyorsabban növekednek, mint korábban, és ilyenkor a kamatok azok mennek vele, hiszen nyilván a hitelezők nem akarnak veszteséget elszenvedni. Hát ez érthető. Így van, felviszik a kamatokat, viszont egy magas kamatkörnyezet az nem segíti a beruházásokat, nem segíti a fejlesztéseket, nem segíti a gazdaságot, sőt, akinek már van hitele, neki a hitelkamatok növekedése akár azt is jelentheti, hogy nem tudják fizetni a hiteleknek a terheit hónapról hónapra, akár magánszemélyek, akár vállalatot. Ilyen szempontból az, hogy a kamatstoppal az állam Magyarországon az gyakorlatilag megvédte mind a családokat, mind a kis és középvállalkozásokat attól, hogy ez a gyors infláció növekedés, ez a gyors kamatnövekedés, ez csődbe taszítsa őket, ez egy nagyon-nagyon komoly segítség ezeknek a szereplőknek, és emellett valóban egy másik fontos eleme a 14 pontos csomagnak az az, hogy nem csak a régi hiteleknél van egy komoly kamatelőny, hanem az új hiteleknél is, hogyha megfelelő beruházásokat hajtnak végre ezek a vállalkozások, akkor kedvezményes hiteleket kapnak, ezáltal segíti az állam azt, hogy ebben a magas kamat környezetben is legyenek beruházások, legyenek fejlesztések, és ezáltal megalapozzuk azt, hogy a gazdaság a következő években is erős legyen és dinamikusan növekedjen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.